A novemberi önmegtartóztatás egyes források szerint angol egyetemeken, főiskolákon kezdődött. A decemberben kezdődő vizsgai időszakra készülve a hallgatók önkéntesen döntöttek úgy, hogy egy hónapig nem fogyasztanak alkoholt. Magyarországon 2015-ben a Kékpont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány indította el ezt a fajta kihívást. Szerencsére itt a bisztróba ez nem jellemző, csak inni jönnek ide az emberek, hanem inkább ételt fogyasztani. Nagyon sok helyi dologgal szoktunk készülni, limonádékkal, házi limonádéval és meleg szörpökkel, most már télen, nyáron pedig a hideg szörpökkel. És ezt nagyon szeretik, nagyon sokan ezt fogyasszák jobban, nem az italokat. Ebben a kunmadarasi bisztróban sokan fordulnak meg, nagyon sokan egyáltalán nem rendelnek szeszes italt. Mi sportos család vagyunk, úgyhogy mi nem nagyon fogyasztunk alkoholt. Úgyhogy alkalmanként, inkább csak alkalmanként szilveszterkor egy-két kocintunk, és akkor... Az önkéntes kihíváshoz Magyarországon is évről évre többen csatlakoznak. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy már egy hónap szeszmentesség is rendkívül jó hatással van a szervezetre. Alacsonyabb lesz a vércukorszint, normalizálódik a vérnyomás, megszűnnek az esetleges alvászavarok. Az alkohol mellőzése a testsúlyra is kedvezően hat, hiszen a szeszes italokban található nagy mennyiségű cukortól is megkíméljük testünket. Ha az alkoholfogyasztással kapcsolatban nekem megvan a véleményem, én nem fogyasztok alkoholt, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ember egészséges legyen, és ehhez vigyázni kell a testtömegre, tehát hogy mi az élelmezésére, az alkoholfogyasztásra, a cigarettára, meg a mozgásra. Ez a négy elem nagyon fontos. Az ötödiket azt nem tudja befolyásolni, hogy genetikailag mit örökölt. De ez az öt fontos szempont van, ami az egészség megőrzése szempontjából fontos, és én ezt komolyan is veszem. A száraz november résztvevői többnyire 30 év felettiek. Szakemberek szerint ez azért van, mert a fiatalabb korosztálynak még nincs meg az a veszélyérzete, hogy milyen komoly gondokat okozhat a rendszeres alkohol. Fogyasztás. Egyes toxikológusok pedig úgy vélik, aki egy hónapot nem bír kihívás nélkül, annak orvosi segítségre van szüksége.